Hello mindenkinek, folytassuk ezt az I'm Not Alone fércmunkát. El kell mondanom valamit ezzel kapcsolatban, hogy amikor befejeztem az első felvonás úgymond anyagát, akkor kicsit bele akartam nézni a másodikba, hogy mire számítsak, hogy ne váratlanul érjen engemet. És hát hogy mondjam, ahhoz képest, hogyha azt a fő lényegét, ami igazából az egész fejezet alatt épült, ha azt minimálisra vették volna, akkor megmondom őszintén, egy irtózatosan rövid felvonást tett volna, és egy az egyben rövidebb lenne a játék. És hát megmondom őszintén, nem fogjátok elhinni, elsőre végig tudtam csinálni, és bánom, hogy nem vettem föl. De van benne egy olyan rész, amitől így úgy mondom, még hosszabb és hulla unalmasabb, mint az a harangos minijáték volt. Mindjárt mondom, hogy miről van szó. És még valami érdekesség, hogy ahhoz képest, hogy egy nagy expozíciót, egy nagy háttértörténetet, a játék lóriát be akarták tuszkolni a torkomba ezzel a sok olvasgatással, azért megérte, mert azért nagyjából vághatjuk, hogy nem a semmiért öljük ezeket a démonokat. Hát ide elmentettem, szóval ez már konkrétan elejétől a második fejezet, és hát végigcsináltam is itt a harmadik fejezet, úgyhogy én most csak a második fejezetet még egyszer végigcsinálom. Kár, hogy nem vettem föl, illetve onnantól kezdve, ha az megvan, akkor innen folytatjuk, mert ez már a harmadik fejezet. Tehát lehetett látni, egy fél óra alatt megvolt. Elsőre, na a második felvonás, ez az Andante Conspirito, ez konkrétan ugye most a kúria alatt vagyunk a csatornarendszerben. És van két cucc, amit be kell kapcsolni, amivel egy átjárót tudunk feloldani. És ezt kell használnunk. De előtte van egy helyzet. Ugye itt most a harangok után vagyunk, ugye felvettük azt a fejszét, és nem véletlenül vettük föl. Most itt vagyunk a izében. Ezt azt hiszem a konyha részleg. És már jön a támadás, gyorsan be a izébe, démonvilágba. Na, nem tudok átváltani a démonvilágba. Mi a fene? Jó, majd amikor körbe burkolózik köröttem a jeges világra, akkor... Aha, már hallom. Ja, ez nem is kell ehhez. Már alapból benne vagyok. Néha át kell váltanom, néha meg nem. Na és akkor elő a számszeriat, mert ez a legerősebb fegyver, és folyamatosan ezt a nagy hentest, ezt a nagy hóhért, akiről kiderül, hogy a hentes a kúriában, aki a hús cuccokat szokta mindig felvágni a vendégeknek, illetve Liliennek. És milyen jó ötlet volt, hogy elolvastam ezt a nagy cuccot, mert egyrészt el tudjuk kábítani. Tehát a célkereszttel folyamatosan lőni kell, és akkor egyszer csak megadja magát. Szóval a lényeg az, hogy nagyon jó volt, hogy el kellett olvasni azt a hű, de nagyon hosszú lort a naplóban, amit egyébként vissza is lehet olvasni. És ugye említett bizonyos tagokat, akik a kúrián belül dolgoztak, és hát ugye Liliennek úgymond a szolgái voltak, na most elkábítottam, most megnyomom az et, és az előző pályán felvett baltával felbevágjuk, és ezzel begyűjtjük a harmadik kulcsot. Szóval nagyon jó volt, hogy akiket most szedek le és gyűjtöm be ezeket a csillagformájú kulcs darabokat, ez nyilvánvaló ezek azok a tagok, akiket Baphomet megszállt az egész kúria alatt, és ugye az egész feltámasztási ritus alatt ugye ez megtörtént, ugye ezeknek a Lili ennek a művésznek a, hogy mondjam, a az alattvalói, hogy mondjam, hogy tudjam szebben fogalmazni, nem a szolgái, nem rabszolgák, szolgák. Tehát mi például itt a hentes, aki a hús üzemért felelt, és ugye mindig a kaját szokta fölvinni a konyhába, tehát ő készíti el konkrétan, akkor én fogadni mernék, hogy szerintem ebben a szarjátékban olyan csavarok vannak, hogy nem láttuk végig, hogy szerintem aki Patrikot, tehát minket befogadott az öreg nő, konkrétan szerintem ő lesz a föltámasztott anyuka, a Liliennek az anyja, csak éppen nem abban az állapotban, ahogy ő meglátta azt a szellemes izét, akkor az a csaj, akivel nagyon sokat anyáztam ott a zongorateremben. Gondolom szerintem ő volt az első áldozat, akit feláldozott Lilien, ugye mondta, hogy ő behozta magával, és megmutatta neki a zenei kompozícióit, akkor ott ölte meg. Gondolom ő volt az, őtől kaptuk az első kulcsot, akkor az a másik kulcs,
A károgó nővér, ő volt az, akit, gondolom, ő volt az, akit ugye bedobtunk a savas kádba. Ő volt az, akit erőszakosan fölbérelt, hogy vigyázzon az anyjának a testére, akit ugye az ágyhoz kötözött, amikor megvolt a feltámasztás. Ugye? És akkor volt még egy kulcs, amire most rohadtul nem emlékszem, hogy kitől gyűjtöttem be, de az is egy ilyen démoni dolog volt. A két szürke démontól, a átlagos démon katonáktól, akik ott ugye a könyvtárban találtam, úgyhogy eddig három kulcsa vagyunk meg, és gondolom 8 lesz. Na mindegy, a baltát még nem pakoljuk el, mert ez még jó lesz valamire. Na most megvan az első, hogy mondjam, első része a kúriának, most hát ennek a Forget about fejezetnek. sacrifices to Baphomet. Von Gruber carried out a bloodbath in this house. Igen, Von Gruber okozta ezt az egész izét, ezt az egész vérfürdős mizériát. Most már kinyílt az ajtó, most már itt tudunk tovább haladni, és ugye itt ennyi volt, és itt le kell menni. És most már itt vagyunk az alagútrendszerben. Na és akkor ez volt az a rész, ahol egy kicsit visszafogadták magukat, és egy kicsit tisztább utat csinálhattak volna. Most két járás van. És ugye van két cucc, amivel egy másik oldalon egy létrát le lehet húzni, és ott fel lehet menni a kúriájának egy másik oldalára, és ott lesz még egy boss fight, és ott ott tudunk tovább menni a harmadik felvonásra. Mondom, fél óra alatt ezt meg lehet csinálni. Annyi a lényeg, hogy itt a labirintus rendszerben kell haladni, és közben folyamatosan jönnek ezek a szürke zombi vámpír démonok, akik, hogyha nagyon távol vagy, akiknél a harangozásnál szenvedtem sokat, ha nagyon távolról vannak, akkor ezekkel a Cthulhu csápokkal így távolságában folyamatosan találnak téged, de találtam egy kis kaput ennél a résznél, ugyanis le lehet őket szarni, csak annyi kell, hogy amikor jön a dermesztés, akkor át kell váltani a démonvilágba, és csak futsz, 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 futsz addig, amíg el nem éred az egyik puzzle-t, utána a másik irányba, és ha úgy adódik, hogy nem fogsz tudni elmenekülni tőlük, akkor elő a számszeríjat, kétszer belélősz, és akkor szevasz. És akkor megpróbálok itt először balra menni. És már jön a dermesztés. Át kell váltani a démonvilágba, és futsz. Ennyit kell csinálni. És mondom, hogy van egy kis kapu, hogy amíg futsz, futsz, akkor egyszer csak egy idő múltán le fognak szarni téged. Így van. Ezt én nem hittem el, komolyan. Vagy üldözzöm, vagy ne üldözzöm. Egyek ebbe az irányba. És beakadtam láthatatlan falba, már itt spónol a következő. Anyádat ijeszgessed. Néha vannak olyanok, akik fogják magukat is így, még üldöznek engemet. Tehát volt ott egy túloldat, egy átjárat, ahol még lehet menni. Na most adták föl. De már jön a következő. Úgyhogy megmehetek tovább. És menjek itt balra. Na, zsák utca, úgyhogy elő kell vennem a crossbow-t, és lőnöm kell. De ez nem elég, hogy hitszkennerek, de még falon keresztül is meglátnak, és addig nyúznak, amíg én meg nem döglök, csak az a baj, hogy nem látom, mert nagyon sötét van. De két lövéssel látod, vissza lehet tölteni az életenergiát. Jó, akkor menjünk ebbe az irányba. Nem totális zsákutca, akkor vissza kell menni. És abba az irányba, ahol volt egy nyílás, ott kell még visszamenni. És gondolom ott lesz a következő utunk tovább. Itt igen. Meg a fák is mutatja, hogy ez egy pont, ahol még tovább lehet menni. És akkor itt balra egyszer, nem zsákutca, úgyhogy crossbow-t a kézbe. Anyádat! Az a baj, nem lehet gyorsan mozogni, amikor crossbow van a kezedben, tehát ez nem értem, hogy miért nem lehet ezt rendesen megcsinálni.
Ja most nézzük balra. Zsák utca. Csak ennek kapjál. Úgy rohadjál meg. Jó. És közben a szöveg mondja, hogy na, lehet, hogy el fogok tűnni innen, a Zsák utca. Na és akkor itt van az első puzzle, amire meséltem. És akkor szépen megvárni még Sikit. Jó. És ugye most az a lényeg, hogy ez a gear made up of three discus stone, there are awesome levers. Szóval itt van egy lemez, ami három részre van osztva, és itt van négy kar. Itt az a lényeg, hogy mind a négyet álló helyzetbe kell állítani, tehát nem dölt be, hanem állóba, és a kőtáblán lévő pentagramát kell kiírni, és ezzel lehet kinyitni a továbbvezető utat. Lehet látni, hogy hogy mozdul, tehát iszonyatosan könnyű ez a puzzle. Tehát annyit kell csinálni, hogy az összes kart fel kell húzni. Tök mindegy, hogy milyen a sorrend. A lényeg az, hogy mind a négy kar legyen álló helyzetben. Vagyis hát három kar, mert a negyedik már alapból álló helyzetben van, és így kirajzolódik a pentagramma, és a zár egyik fele megvan. Na most vissza kell menni a másik oldalra. Tehát ott, ahol elindultam balra, most ott a másik irányba kell mennem. És ott szintén megcsinálni ezt a puzzle históriát, és akkor egyszer csak lesz majd egy hely, ahol közép félúton, valamelyik irányban félúton lesz egy átjáró, egy hosszú folyosó kivilágítva a fáklyákkal, ott lehet tovább menni a felszínre, és ott folytatódik a harmadik felvonás. Mondom, rohadt egyszerű a pálya, csak nagyon könnyű eltévedni, meg most kisilavizálni, hogy most melyik irányba mentem. Már itt már voltam. És már le is szart a démon, jól van. Tehát nagyon kicsi könnyű, hogy mondjam, bonyolítani a helyzetet, de végül is nagyon könnyű megcsinálni. És ilyen gyorsan rövid. Tehát rövid a játék. Vagy a fejezet, na, rövid. De azt akartam mondani, hogy egyedül a izék tudnak föltartani. A démonok. Mert hogy állandóan mindig átváltani a másik világba. Meg hogy állandóan használni a crossbot, ami oké, okay, két lövésből kiiktatja a démont, de baromi lassan mozog, és nagyon zabálja az időt. Tehát tényleg minél előbb végezni akarsz, akkor ez egy kicsit, hogy mondjam, feltart. Meg nem is érdemes a zseblámpát használni, mert a fákján kívül komolyan lehet látni az egész játékot, hogyha jó sötétben játszol, de úgymond, hogy fényes nappal besötétített helyen. Na itt indiót, itt kezdtem. És most megyek egybe az irányba. Beakadtam, mert meg itt spónolódik egy hülye. A pofám előtt, az út közepén. Most megpróbálok ebbe az irányba menni. Remélem nem körbe megyek. Itt balra, Zsák utca.
Megint egy balra. Zsák utca. Akkor jobbra. Itt a pofám előtt spónol, és... Elkapott, jó van. Azonban most visszafelé megyek, és már a pofám előtti démonokat most újra spónoltatom. Most vissza kéne menni a fákjához. És akkor itt ebbe az irányba, ahol nem mentem be, akkor erre. Itt a fák, akkor menjünk jobbra. Zsák utca, balra. Jó, lejárt a démon invázió, de mindjárt jön a következő, mondom. Vértócsavot a földön, akkor nyilvánvaló ez egy út. Ez jelez, hogy jó felé megyek. Jó. Ez egy lámpás, próbáljuk meg a lámpa irányába, balra először. Jó, lejárt az invázió, de amint kimondom, jön a következő. Ott van, ott a puzzle. Na, megvagyunk. Finally, a room. I need to find a way out of this place. Ez gyorsan meg lesz. Ennyi. És az, amely nem tudom elpakolni. Jó, és itt is ugyanezt el kell játszani. A három kart egyenesbe állítani, és utána megint kirajzolni a pentagramát. Tehát ugyanazt a puzzle-t kétszer meg kell csinálni, csak más helyen. És ennyi. És utána meg kell keresni a kijáratot, ami szerintem ennek a közelében van. Igen, tehát ezt a részt kell keresni, és itt lejön a létra, és itt kell felmenni, és itt ezzel tudjuk befejezni, hogy mondjam, a második felvonásnak a 85%-át. A maradék 15%-ban még lesz még egy boss fight, hasonló, mint a hentesnél, tehát egy átlagos harc, csak masszívabb, mint egy átlagos démonnak a leszedése. És innentől kezdve igaz, hogy nagyon lassan lehet közlekedni, de ez az egyetlen módja, amivel nagyon gyorsan lehet visszatölteni a HP-t. Na, váltsál már át, az amikor nem reagál a Q, és ott a pofám előtt spónolgat. Várjál, na jó. Vissza kell menni. És akkor itt a jobb irányba kell menni, ahol a fákja van, ott kell tovább menni. Megint. Aj, nem erre kell menni. Most vissza kell menni akkor. Még kellett ezt a távolsági támadást beleprogramozni ezekbe a barmokba? Annyira nem értem. És akkor nézzük ezt a jobb oldalt, Zsák utca, francba. Én azt hiszem, hogy most megint visszamegyek oda, ahol nem kellett volna. És igen, megállás nélkül spónolnak. Tehát nincs az, hogy kitakarítottad a helyet, akkor utána szavasz. Nem. Visszajöttem. Jaj, most visszamentem ugyanoda. Jó van.
Ugye belász a pofába, még a lövés is átmegy rajta. Nagyon jó, köszi. Ne! Késeket vettem elő. Szóval ez volt a kezdőpont. Hova az anyámba kell menni? Hogy sikerült elsőre? Ah, ide kellett jönni! Édes Istenem! És akkor lesz egy olyan pillanat, amikor így hárman nekem jönnek, ezeket meg kell tisztítanom, és utána tudok fölmenni. Na, ez ennyi volt a második fejezet, gyerekek. Vagy hát van még egy harc, egy boss harc, de azt még megcsináltam, akkor lesz meg a második fejezet. De mondom, ennyire rövid, csak az eltévedésekkel, meg az ilyen feltartásokkal tart sokáig. Be is droppolt az FPS, de már itt vagyok, a túloldalt. És akkor kinyitom az ajtót. Biztos lehetsz benne, hogy minden rendben lesz. Aha, persze. Itt kell tovább menni, ugye a reteszt ki kell nyitni, és itt kell tovább menni, de előtte még körbenézek, hát ha van valami. Zárva van, úgyhogy rá is kényszerít, hogy ennyire menjek. Na! Igen. És akkor mennék ahhoz az ajtóhoz, de nem. Itt vannak a cselédikrek. Igen, tehát hogyha olvastam a könyvet, a naplót, akkor benne is van egyébként, hogy őket is, hogy mondjam, démonizálta. Tehát, hogy fel voltak sorolva a tagok a naplóban, és ők is szolgák voltak a kúrián belül. És megemlítette egy ikerpárost, akik cselédlányok voltak, és ezek ők voltak. De semmi baj, a folyamatos crossbow-val igaz, hogy lassabban mozgok, de a folyamatos lövöldözésekkel, a balklik lövöldözésekkel az életenergiát 7 perc alatt vissza lehet tölteni. És akkor egyszer csak bekábulnak, sírnak, meg kell nyomni az E-t, és egy karóval átszúrjuk őket, és megvan a következő kulcs. Ikrek. Együtt születnek, együtt halnak meg kétszer. Igen, ez a kulcs negyedik része. I think I still have to find the last part. Akkor 5 darabból áll, nem 8 darabból, illetve egy dart, egy szív alakú nyíl, mert rajta két jel van, egy rózsa és egy szív. Jó. Tehát kell még egy ötödik, illetve egy láncsa, ami egy kard. Vagy ez tényleg egy ilyen hosszú dárda. És ugye ezzel szúrtuk le az ikreket. Jó, gyerekek! Megvan a második fejezet! És konkrétan a kúria tagokat szedjük le. Ich gehe jetzt besser zum Atrium zurück. Ich muss mit Caroline sprechen. Ich hoffe nur, ich weiß noch, wie man... Vagy ez a Caroline, tehát... A Caroline nem az anyuka. Hol van. De azt mondta, hogy az átriumban van valami, úgyhogy beszélnie kell vele. Jaj, németül szólalt meg egy olasz játékban. Hát gyerekek, kim vagyunk az osztrákoknál? Be van csukva.
Szerintem a másik irányba kell menni. Akkor nyílt meg az, akkor nyílt ki az a másik ajtó, akkor nyilván arra kell menni. Igen, és kimegy, és már scriptel a következőbe. Grave Amorose, harmadik fejezet, harmadik felvonás. Úgyhogy gyerekek, haladunk. Nem tudom hány felvonás van, de szerintem, hogyha az ötödik kulcsot szedjük fel, akkor nyilvánvaló, hogy ez lesz az utolsó fejezet, a finálé. Úgyhogy innentől fogjuk folytatni a felvonást, amit már egyszer már elmentettem.